Szirénázó mentő és tűzoltó autó érkezett egy várdombi pincéhez, ahol muskáz miatt lett rosszul egy szőlős gazda. A tűzoltók sűrített levegős légzőkészülékkel siettek az eszméletlen férfihez. Ezeken a tavalyi felvételeken nem egy éles bevetést láthatunk, hanem egy gyakorlatot. A muskáz a levegőnél nehezebb, színtelen, szaktalan gáz, és ezen tulajdonságainál fogva alulról kezdi el megtelíteni a helyiséget. A gyertyás módszer alkalmazását javasolta Bősz Adrián, a Szekszádi Borvidéki Tanács elnöke. Én úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű módszerekkel is lehet a musgáz balesetek ellen védekezni. Ugye van a hagyományos gyertyás módszer, hogy a földhöz minél közelebb kell tartani a gyertyát, és hogyha nincs már elég oxigén a láng égéséhez, akkor meg se kísérjünk bemenni abba a helységbe. A musgáz a szőlőlevének erjedésekor keletkezik. A folyamat során egy liter erjedő must akár 42 liter széndioxidot is létrehozhat, amely eszméletvesztést okozhat. A katasztrófa védelem korában egy kis filmet is készített a tragédiák megelőzése érdekében, amelyet a paksi Sárgödör téren forgattak egy présháznál. Minden évben vannak musgázmérgezések, és olyanra is volt példa, hogy azért halt meg valaki, mert ki akarta menteni a pincében ájultan fekvő ismerősét. Minden egyes évben van sajnos egy ezzel együtt járó haláleset. Most ez legutóbb Zala megyében egyébként Garabonczon történt meg, de hogyha visszajövünk ide Tolna megyébe, visszautazunk ide virtuálisan, itt az elmúlt 10 évben 8 olyan személy lett, aki gyakorlatilag úgymond sérülés lett a következmény, ami annyit jelent, hogy nyilván rosszul lét, és akkor a tűzoltók, valamint a mentőszolgált segítségével lettek ők megfelelőképpen ellátva, és két ember 2015-ben, valamint 2020-ban történt egy-egy haláleset, ez itt a Tolna megyében. Azonnal hívni kell a 112-es segélyhívó számot, ha fennáll a musgázmérgezés veszélye. Aki segíteni szeretne a bajba került társán, szólítsa meg, de ne menjen utána a pincébe, figyelmeztet a mentőszolgálat. Ha nem kapunk választ, én azt mondom, hogy felesleges kockázatot ne vállaljunk, mert ugyanúgy pillanatokat bajba kerülhetünk. Ezeknek a pincéknek különböző az űrmérete, különböző légköbméterről tudunk beszélni, nem tudjuk azt, hogy mennyi széndioxid gáz szaporodott föl, a koncentrációk különbözőek lehetnek. Előfordult, hogy valaki egy fél perc múlva lesz rosszul, lehet, hogy valaki halott lesz a második légvételre. Mindig érdemes időt szánni a pince vagy feldolgozó alapos átszellőztetésére, és javasolt egy rúdra rögzített gyertyával lemenni a pincébe. Már léteznek testre rögzíthető széndioxid érzékelők is, amelyekkel megelőzhetőek a musgáz okozta tragédiák. A témáról bővebben tájékoztat a Katasztrófa Védelem és a Mentőszolgálat a Híradó után a Közélet közelről című műsorban.